Az orosz erők a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Lipci és Máladányi Lívka településeket ágyúzták, valamint két irányított légibombát dobtak Vovcsanszk városra szerda délután. A támadások következtében életét vesztette két nő és egy 14 éves lány, három helybeli pedig megsebesült, közölte Oleg Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója. Az ukrán déli hadműveleti parancsnokság közölte, hogy az oroszok drónokkal és rakétákkal hajtottak végre támadást Odessa és Mikolaiv megyék ellen. Az energetikai Infrastruktúrát érte támadás. Az ukrán légierő arról számolt be közösségi oldalán, hogy szerdán Oroszország 17 sahét támadó dronnal, illetve Iskander rakétákkal támadta meg Ukrajnát.